Sziasztok! Ez itt újra egy könyvbemutató rovat. Folytatjuk utunkat a Trónokharcán képregényes rajzfilmes világában. Ez a kötet is egy bestseller, méghozzá a New York Times is így gondolta, azért láthatjátok itt, illetve hát hivatalosan is nagyon sokan megvették annó. Még ennek ellen érdekes hódítva mostanában soktól fél áron lehet beszerezni, 1500-2000 körül, én mondjuk 3000 körül kaptam, mert én vadi újat szerváltam. És ez a másik rész, ennek zöldes az alapszíne. Hogy látjátok, az első ugye az piros volt, és most megvan egyébként a harmadik is, hamarosan azt is mondtam nektek, és a negyedikkel zárul a Trónokharc első kötete, pontosabban a Tűz és Ég dala első kötete a Trónokharca. A másik pedig ugye a Királyok csatája címmel elkezdődött, abból is van egy ilyen egy berakott változat, ahol 5 képregény füzet van benne. Hoppá, itt azért van egy kis hiba, ahogy láthatjátok, nem is olyan kicsi, annak a jelvég egy vadi újját rendeltem. Lehet, hogy a szállításnál, de amúgy más baja egyáltalán nincs. Lehet ilyen, hogy éppen cipelték, tudjátok, történt valami. No, hát ezt is Daniel Abraham írta, illetve Tommy Patterson rajzolta. Itt is kapunk egy ilyen láthatóan nagyon szépen rajzolt a kezdést, csak ez ugye nem ugyanaz, mint amit eddig az előző képregénynél láthattunk. Ugye ez a kötet is, ha jól emlékszem, 2 képregény tartalmaz. Igen, a 8 füzetből. Ezek vastagabb füzetek, még a Királyok csatájánál vékonyabbakkal operáltak, úgyhogy 5 van egy kötetbe. Itt meg 2, de mindegyik ilyen 100-120 oldalon. És összesen ugye ez azt jelenti, hogy durván is egy 200 oldalas könyv. Látható, hogy Szolga Elmese fordította, jól tudom, ő fordította az előzőt is. Színezte Ivan Nunes és George L. R. Martin regénye alapján ez a második kötet. És látható, hogy van egy 7., egy 8., 9., 10., 11., 12. fejezet. Tehát az első 6 pedig az előző részben volt ebben. Itt is kb. 200 oldalról van szó. Itt vagyunk a falon, láthatjátok itt Tyrion regényhez hülyebb kinézettel van jelen. Itt is Lannister gúnyolódik rajtunk. Hát arra is nagyon tetszik a rajz stílusa. Ezen a falon vagyunk éppen. Kicsit nehéz meg kinyitni. Ajajajajajaj. Na. A végén kapunk megint egy ilyent. És kapunk egy leírás. A Trónokharca titkai. Igen, ez még nem sokat ér, szerintem akinek a könyvek megvannak, vagy a képregény, ez nem sokat ér vele. Azt hittem először, hogy a sorozatról szól, de nem. Na, és itt van maga megint egy-egy jelenet. Hát továbbra is nekem nagyon tetszik. Az az egy kritikám, hogy némelyik karakter nagyon hasonlóan néz ki. Ha jól emlékszem, két Stark testvér, aki nagyon hasonlóan néz ki. Ez egy hibája van talán a dizájnnak, meg a rajzoknak. Ha jól emlékszem, Havas John és talán Rob, akik nagyon hasonlóan néznek ki, és néha összetéveztem őket. Ezen külön nem tudnék mondani negatívumot. George R. Martin itt is azt írta, hogy akinek tetszettek a könyvek, vagy szereti az HBO sorozatot, az egész biztosan imádni fogja a képregényt is, aki pedig még nem ismeri a Tűz és Ég dalát, az őszintén remélem, hogy élvezettel látogat majd Westerosba és Deresbe. És remélhetően, hogy a Tyrionnal, Havas Johnnal, Arya-val, Neddel, Cersei-jel, Sansa-val, Brennel és a többi hősével való találkozásban. És látható, hogy a Zord Dészakon Stark nagyúr törvénytelen kihavasson be a birodalom határt üldözően falon szolgáló jelőrség soraival, és igyekszik megvetni a lavat a testvériséget alkotó utonállók és törvénytelen kívüliek között. Eközben délen a király udvarban Lord Stark Robert király segítőjeként törekszik a kényes egyensúly és a béke megőrzésére. Keskeny tengeren túli balra a vidéken is nagy változás van készülben egy új hatalmas szövetség születésével, mely a trónra állítozó Targaryennek és Khal Drogo oldalt, aki hadúr között jön létre. Tyrion Lannisternek az agyafurtelpének minden rasszságát össze kell szedni, hogy én megkerüljön különösztereket áldázó gyűlölő Lysa Arryn által uralt sasfészek égi cellájából. Ám az ördögi joga fog jól ejtésre, olyan megállíthatatlan esemény sor vesz kezdetét, mely előbb vagy utóbb véres háborúba torkolik, a lehető legrosszabbkor, hiszen a tél közeleg is vele együtt a minden között felomuló rettenet is.
Ez egy több rögtetes regényciklus, majd egy minden nézettségi rekordot megnevezett tévésorozat, most pedig itt a képregény is. George R. Martin hatalmas sikerű fantasy ságáját két kiváló alkotóművész, Tommy Patterson grafikus és Daniel Abraham író ültette át képregény formába. No, hát ennyit akartam mondani a második kötetről, tehát körülbelül láthatjátok, hogy meddig tart, és hogy ezúttal igazából a főszerepet az éjszak, méghozzá azon belül is az jelölséges rész a fal, illetve a Lannistereknél Királyvár és Khal Drogo barbár serege, illetve barbár népe teszi központivá. Úgyhogy ez a három vonal, ami igazából előre ad itt a második szeletben, második részében a Trónok harca című első kötetnek. Búcsúzom tőletek, sziasztok!